Köszöntöm a közügyek nézőit mai műsorunkban. Részletesen beszámolunk a mai brüsszeli robbantásos merényletekről és annak következményeiről. Foglalkozunk azzal, hogy ma kiírták a tartományi választásokat, vendégeink lesznek a Magyar Kanizsai Fiatal Vállalkozókat Segítő Program vezetői, és egy faluriportot is láthatnak a délbánáti űrményházáról. Azonnal kezdünk, tartsanak velünk! Van egy témája, vagy hozzászólna? Kattintson ránk! Közügyek a Facebookon is. Kedvelje és ossza meg! www.facebook.com/közügyek. Egyes sajtóértesülések szerint legalább 34 halálos áldozata van a keddi brüsszeli terrortámadásnak, és több mint 150-en sebesültek meg. Először a repülőtéren robbant két bomba, majd egy metroállomáson a belga főváros központjában. A belga szövetségi ügyészség terrortámadásnak minősítette a robbantásokat és a legmagasabb szintre emelte a készültséget. A robbantásokat az Iszlám Állam vállalta magára. A dzsihadista szervezet hívei a közösségi hálókon ünnepelték tettüket, Európa több országában is fokozott biztonsági intézkedéseket vezettek be. Reggel 8 óra körül két robbanás rázta meg a brüsszeli Zaventem nemzetközi reptér indulási oldalát az egyik amerikai légitársaság irodája közelében. Több szemtanú szerint lövések is eldördültek és arab kiáltások hallatszottak. Az amatőr felvételeken látszódik, hogy a pánikba esett emberek fejvesztve menekültek. A hatóságok megerősítették, hogy öngyilkos merénylet történt. Kiürítették és lezárták az évi 23 milliós forgalmú légikikötő épületét. Az érkező járatokat más repterekre terelték át, mindenkit evakuáltak. Számos rendőrt és mentőt vezényeltek a helyszínre. A füstölgő helyenként rommázózott reptéren egy harmadik fel nem robbant pokolgépet is találtak. A brüsszeli metróban is robbantottak, az Európai Bizottság és az Európai Tanács székházának közelében. Szemtanúk szerint többen véresen, a síneken futva menekültek a megállóból. A lejáratnál sokáig fekete füst gomolygott. Brüsszelben leállították a teljes tömegközlekedési hálózatot. Azok az emberek, akik reggel érkeztek, nem tudtak bejutni a repülőtérről a városba, akik pedig éppen elutaztak volna, a városban rekedtek. A repülőteret szerda reggelig lezárták, és mivel a nagysebességű vonatok sem járnak, nem közelíthetőek meg más nagyvárosok, például London, Párizs vagy Amsterdam sem. Lezárták a Királyi Palota környékét, a központi pályaudvart pedig kiürítették. Klenovics Gábor, az Európai Parlament képviselői asszisztense a brüsszeli közhangulatról számolt be. Amit látni lehet, üresek az utcák, sem autó, sem gyalogosok nincsenek. A parlament elnökétől fél órával ezelőtt kaptunk egy e-mailt, hogy megszigorították a parlamenten belüli óvintézkedéseket is. Aki teheti, maradjon bent, vagy hát mindenkit felszólítanak, hogy maradjon bent az irodában, amíg lehet. Aki meg otthon van, maradjon otthon, holnapra teleworkinget rendeltek el, parlament zárva lesz. Nem jár a metró, nem működik gyakorlatilag tömegközlekedés, teljesen leállt. A mobilhálózat gyakorlatilag összeomlott, vagy nem működik. Föl is hívták a hatóságok az emberek figyelmét, hogy ha lehet, akkor mellőzzék a mobilhálózat használatát, SMS-t küldjenek, illetve interneten vagy wifi, ha wifi vannak, akkor úgy kommunikáljanak. Az országban elrendelték a legmagasabb, negyedik szintű terrorkészültséget. Margaritis Sinász, az Európai Bizottság szóvivője, őszinte részvétét fejezte ki az áldozatok hozzátartozóinak. The Commission has decided, in agreement with the Belgian authorities and the other institutions, to raise the security level from yellow to orange. The European Union and the EU institutions must and will remain resolute. Here, in the European Union's capital, we stand together, united against terror, in full solidarity with the people of Brussels. Donald Tusk, az Európai Tanács elnöke, élesen elítélte a kedd reggeli brüsszeli támadásokat. Federica Mogherini, az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője, sajtótájékoztatóján kijelentette, ez egy rendkívüli szomorú nap Európa számára. Every single day, being it in Syria, being it elsewhere. Charles Michel belga kormányfő úgy fogalmazott, megtörtént, amitől legjobban tartottak. Az államügyészség terrortámadásnak minősítette a robbanásokat. Sok halott és sebesült van.
A vezetőség 225 katonával erősítette meg Brüsszel védelmét, az utcákon és a nukleáris létesítményeknél is őrködnek. Két magyar és két szerbiai állampolgár is megsérült. A brüsszeli robbantások nyomán Orbán Viktor magyar kormányfő ideglenesen elrendelte a terrorkészültség kettes fokozatát. Ennek megfelelően a repülőtéren járőrök jelennek meg, illetve páncélozott gépjárművek felügyelik a légi kikötőt. Fokozottan felügyelik a metroállomásokat, valamint a budapesti Kossuth teret és környékét, ahol a terrorelhárítási központ munkatársai is szolgálatot teljesítenek. Kettő magyar sérültről tudunk, de miután a reptérről ebben a pillanatban semmilyen információt, megbízható információt kapni nem lehet a hírzárlat miatt, ezért az eddig szónak van jelentősége. Reménykedünk abban, hogy több magyar érintett nincs. A kettőből az egyikről tudjuk, hogy nem súlyosak a sérülései, de kórházba került. Fontosnak tartom elmondani, hogy a terror minden formáját vissza kell utasítani és küzdeni kellene. Fel kell lépni a terroristákkal szemben, és a tanulsága ennek az ügynek az az, hogy az európai együttműködést a belbiztonsági szervek között erősítenünk kell. A brüsszeli támadásokat követően Alexander Vučić szerb miniszterelnök elmondta, biztos benne, hogy Európa és a világ a legjobb választ adja majd a terrorcselekményekre. A szerb miniszterelnök erről a Günther Krichbaum, a német Bundestag Európai Ügyekben Illetékes Bizottságának elnökével való mai belgrádi találkozója után beszélt. Hozzátette, a következő napokban ülést tart a biztonsági szolgálatokért felelős iroda. Vučić szerint Szerbiában jelenleg nincs ok terrortámadástól félni. Nikod nas ne smeda učini ono što bi teroristi najviše volali, a to je da paničimo i to je da unosimo nered u svoje društvo, da menjamo način života, jer čini nam se i gospodinu Krichbaumu i meni da je to upravo ono što teroristi danas žele da postignu. Európa több országában is fokozott biztonsági intézkedéseket vezettek be. Nagy-Britanniában fokozták a rendőri járőrözést a reptereken, a London és Brüsszel között közlekedő vonat pedig határozatlan ideig nem szállítja az utasokat. Ez nem kapcsolódik semmilyen konkrét elhárítási vagy hírszerzési értesüléshez, csupán a lakosság megnyugtatására szolgál, közölték az illetékesek. A támadássorozat után Mark Rutte holland miniszterelnök elrendelte, erősítsék meg a repterek és a vasútállomások védelmét, az embereknek pedig azt tanácsolta, ne utazzanak Belgiumba. Németországban évek óta nagy a terrorveszély, de a hatóságok szerint elméleti fenyegetettségről van szó, vagyis bármikor történhet terrortámadás, de nincs konkrét merénylet előkészítésre utaló adat. Ausztriában is megerősítették az általános biztonsági intézkedéseket. A repülőtereken és a tömegközlekedési eszközökön fokozták a rendőri jelenlétet. Spanyolországban a jelenleg érvényes terrorvédelmi szintnél már csak egy magasabb fokozat van. A spanyol kormány tavaly júniusban emelt utoljára védelmi fokozaton, amikor Tunéziában, Franciaországban és Kuvajtban ugyanazon a napon követtek el támadásokat. Romániában is szigorítások léptek életbe. A csendőrség megerősítette a repülőterek és nagykövetségek védelmét. A hírszerzés egyelőre az 5 fokozatú skála második elővigyázatos szintjén tartja a terrorveszély miatti riasztást. Április 24-ére írta ki a tartományi választásokat Pásztor István, így ugyanazon a dátumon voksolhatunk a köztársasági, a tartományi és az önkormányzati képviselőkre. A vajdasági házelnök arra kérte a választópolgárokat, hogy április 24-én éljenek a szavazati jogukkal és adják le voksukat. Pásztor Istvánnal Pető Attila készített interjút Újvidéken. Hivatalosan is április 24-én tartják a tartományi választásokat Szerbiában. Ennek kapcsán beszélgetek most a tartományi képviselőház elnökével, Pásztor Istvánnal. Elnök úr, néhány perccel ezelőtt írta ki a tartományi választásokat. Mit jelent ez pontosan, mi fog most történni a tartományi képviselőházban április 24-ig? Hát azt gondolom, hogy a politikai pártok elsősorban a választásra való fölkészüléssel fogják tölteni az idejüket, ami
Mindenek előtt a listaállításról fog szólni. A mai délutántól kezdve lehet a támogató aláírásokat gyűjteni. Ez a kisebbségi listák vonatkozásában minimum 3000 hitelesített aláírást jelent, a többségi pártok vonatkozásában, illetve polgárok csoportja vonatkozásában, a különböző koalíciók tekintetében pedig 6000 támogató aláírást. Ez lesz gondolom az elsőrendű feladata mindenkinek, mert hogy a listaállítás legitimálja a listát arra, hogy a választásokon részt tudjon venni. Azt követően pedig azt gondolom, hogy mindenki rá fog fordulni a kampányra, és el fogja mondani a kampány üzeneteit annak tükrében, hogy miről mit gondol, és annak érdekében, hogy meggyőzze a szavazó polgárokat, hogy az ő listájára szavazzanak. Az eddigiektől eltérően részarányos rendszerben szervezik most meg a tartományi választásokat. Hogyan fog ez megvalósulni a gyakorlatban? Valóban így van. Ebben a mandátumban megváltoztak a választási szabályok, és Vajdaság egy választási egység és részarányos választási rendszer működik, ami azt jelenti, hogy a pártok, illetve koalíciók, polgárok csoportja tud listát állítani a megfelelő támogató aláírásoknak a birtokában. Ezeknek a listáknak a kihirdetésére kerül sor, ezek szerepelnek a szavazó cédulákon, ezeket kell majd bekarikázni. Az, hogy ez egy-egy párt vonatkozásában az eredmény tekintetében mit fog hozni, azt gondolom, hogy ezt nem lehet lemérni. Másrésztről egészen biztos, hogy a választásokat követően ezt a döntést újra asztalra kell rakni, és végig kell beszélni, hogy maradjon-e így, ahogy most van, vagy pedig meg kell változtatni. Mi a magunk részéről, a Vajdasági Magyar Szövetségből, én személy szerint is úgy éltem meg ezt a változtatást, mint egyfajta lépést hátra. Én igazságosabbnak tartottam az előző választási rendszert, ahol a képviselők felét listáról, felét pedig egyéni jelöltként választották meg úgy, hogy minden egyes önkormányzatnak legalább egy képviselője volt a vajdasági parlamentben. Azt gondolom, hogy ebben a tekintetben ez a döntés egyfajta hátralépés, de mivel ez a hatályos jogszabály, akkor ez szerint a jogszabály szerint kell a választásokat bonyolítani, és így is fog történni. Most a választások napjáig, függetlenül attól, hogy a parlamentnek jogában áll ülésezni, egészen biztos, hogy a választási szabályok változtatására nem fog sor kerülni. Ha arra kérném, hogy összegezze a tartományi képviselőház elmúlt 4 évnyi munkásságát, mit emel neki, mik voltak a legfontosabb feladatok? Hát mindenek előtt azt szeretném elmondani, hogy soha akkora aktivitása a vajdasági parlament munkájában nem volt tapasztalható, mint ebben az elmúlt 4 évben. 51 parlamenti ülés volt, ami azt jelenti, hogy átlagában nem egész egy hónap alatt egy, ez majdnem duplája a sok éves átlagnak. Másrésztről nem csak a parlament plenáris vonatkozásában mondható el ez, hanem azt gondolom, hogy elmondható a bizottsági munkák tekintetében is. Másrésztről visszagondolva az elmúlt 4 évre, különösen az utolsó 2-2,5 évre, azt gondolom, hogy nagyon összetett politikai körülmények között kellett a parlament hajóját evezgetni és vitorlázni. Voltak pillanatok, amikor úgy tűnt, hogy az előrehozott választások azok valószínűbbek, mint az, hogy kitölti a parlament az egész mandátumi idejét. Én szeretnék ezúton is köszönetet mondani a képviselőknek, frakcióvezetőknek, alelnököknek, hogy a nehéz politikai pillanatokban szót tudtunk érteni, és prioritást tudtunk meghatározni, az pedig ennek az intézménynek a stabilitása, mert azt gondolom, hogy csak úgy lehet egy komoly intézményi rendszert építeni, hogyha az intézmények stabilitása megmarad. Ami a különösen fontos pillanatokat illeti, azt gondolom, hogy az egyik ilyen pillanat az a bizonyos deklarációra vonatkozik, amelyik Vajdaság státuszával kapcsolatban napi politikai célzattal készült el, és aminek következtében még utcai demonstrációk is voltak egy-két napon át, mint egy 2 évvel ezelőtt, 2,5 évvel ezelőtt.
Nagyon érzékeny pillanat volt az, amikor az Alkotmánybíróság meghozta a döntését Vajdaság statútumának az alkotmányos felülbírálásával kapcsolatban. Nagyon fontos volt az a pillanat, hogy az Alkotmánybírósági döntést figyelembe véve egyezve annak szövegével és döntésével, vagy pedig nem, de hozzá kellett fogni egy új statútumnak az elkészítéséhez záros határidőn belül. Sokan nem hittek abban, hogy ez lehetséges, és hál' Istennek lehetségessé vált. Azt gondolom, hogy ezek voltak azok a legélesebb politikai pillanatok a napi csatározásokon túlmenően, amelyek veszélyt jelentettek abban a tekintetben, hogy sikerül-e a 4 éves ciklust kitölteni az utolsó napig. Sikerült, és a választások kiírására teljes mértékben a szabályokkal összhangban került sor. A hatalmi koalíciót alkotó pártok között milyen volt az együttműködés, illetve megnehezítette esetleg az a munkásságot, hogy köztársasági és tartományi szinten más-más erők voltak hatalmon? Megnehezítette, de ez nem elsősorban a parlament munkájára vonatkozott, mert a parlament nyitott ajtókra talált a köztársasági parlamentben, akkor is, amikor Nebojsa Stefanovics volt a házelnök, és akkor is, amikor Maja Gojkovics asszony volt a házelnök, azok a módosító indítványok, beterjesztések, amelyek innen eljutottak a köztársasági parlament asztalára, azok nyitott ajtóra találtak. Ilyen szempontból azt gondolom, hogy intézményes építkezés szempontjából ez az elmúlt 4 év mindenféleképpen nagyon pozitívnak tekinthető, mert azt megelőzően független attól, hogy ugyanaz a pártstruktúra vagy hatalmi struktúra jelentette köztársasági és tartományi szinten is a vezetőerőt, közel 50 olyan indítvány ment el a vajdasági parlamentből, ami soha nem került a képviselőháznak az asztalára. Másrésztről azt kell, hogy mondjam, hogy a politikai színezetbeli különbözőség az elsősorban a kormányzati munkát nehezítette meg. Sajnálattal kell megállapítanunk, hogy független attól, hogy Vajdaságnak is és Vajdaság polgárainak, vagy Szerbiának és Szerbia polgárainak az lett volna az érdeke, hogy a két hatalmi szint között egy másfajta, nyitottabb, létező kommunikáció legyen, ez nem jött létre. Ami a vajdasági parlamenti többséget illeti, az utolsó 1 évet, 1,5 évet leszámítva elég feszült viszonyok uralkodtak, ugyanis a Demokrata Párt az Oszd meg és uralkodj elvet alkalmazta, egymásnak ugrasztva a háttérben a Vajdasági Magyar Szövetséget és a Szociáldemokrata Ligát. Tudta ezt csinálni addig, ameddig nem teremtődött egy olyan helyzet, amikor szembesítettük a Liga vezetésével a Demokrata Pártot azzal, amit csinált folyamatosan. Innentől kezdve azt gondolom, hogy egyrésztről a Vajdasági Magyar Szövetség és a Vajdasági Szociáldemokrata Liga között konszolidálódott a viszonyrendszer, mert hogy kiderült mind a kettőnk számára, hogy eszközként használt bennünket a Demokrata Párt nagyon gyakran, nem mindig, de gyakran. Ugyanakkor onnantól kezdve megszűnt az a gyakorlat, ami azt megelőzően folyamatosan létezett, hogy mindig valamelyik kisebb partner elé úgy tolták oda a papírt, mintha az egy végleges papír lett volna, és az ember vagy mellé állt, vagy pedig egy kiszolgáltatott helyzetbe került. Azt gondolom, hogy ez semmiféleképpen nem egy kellemes és nem egy jó tapasztalat, és egészen biztos, hogy ilyen viszonyok mellett nem lehet partnerséget építeni. Mik most a legégetőbb problémák, amelyeket majd az újonnan összeállt képviselőháznak kell majd megoldani? Hát egészen biztos, hogy az élet hoz rengeteg olyan ügyet, ami folyamatosan meg fogja tölteni a jövőbeli parlamentnek a napi rendjét is. A legégetőbb kérdések tekintetében én azt tudom megismételni, amiről folyamatosan beszéltem, illetve amiről folyamatosan beszéltünk. Azt tudom megismételni, aminek a megoldása tekintetében én folyamatos erőfeszítéseket tettem. Nevezetesen itt a pénzelésről szóló törvényre gondolok, a hatásköri törvényre, amit össze kell hangolni az Alkotmánybíróság döntésével, és ezek olyan dolgok, amik azt gondolom, hogy nem tűrnek tovább halasztást. Egészen biztos vagyok benne, hogy a választásokat követően mind a két kérdést kezelni kell, mégpedig úgy, hogy
kiszámítható legyen Vajdaság pénzelése, hogy tudjuk, hogy mi mennyi, hogy tudjuk, hogy milyen hosszú a takaró és meddig lehet nyújtózkodni. Másrésztről pedig egészen biztos, hogy az elkövetkező 1-1,5 évben, mivel Szerbia alkotmányát módosítani kell a kormány ezzel kapcsolatban az önmaga számára, illetve az egész ország számára egy 2017 utolsó negyedes határidőt határozott meg, akkor egészen biztos, hogy Vajdaság alkotmányjogi státusza az mindenféleképpen napirendre fog kerülni, és ezzel kapcsolatban el kell, hogy kezdődjön egy olyan társadalmi párbeszéd, amelyik nem csak az ugyanúgy gondolkodókat hozza egy asztalhoz, mert most ebben a pillanatban ez így folyik, hanem a más-más gondolókat hozza egy asztalhoz, hogy kialakulja egy olyan konszenzus, amelyik hosszú távú megoldásokat tud jelenteni a jövőbeli alkotmányban. És végül hogyan értékelni az ön munkásságát, mint a tartományi képviselőház elnöke, illetve vannak olyan ambíció, hogy továbbra is betöltse ezt a funkciók, vannak-e még feladatok? Hát azt gondolom, hogy az értékelést ezt nem nekem kell megtennem, azt majd megteszik azok, akiknek ez lesz a dolguk. Nem is biztos, hogy ezt ma kell tenni, hanem lehet, hogy majd máskor. Én mindenek előtt azt szeretném elmondani kellő szerénységgel, hogy azt gondolom, hogy némi részem abban azért volt, hogy megőriztük ennek az intézménynek a stabilitását, és hogy ebben az elmúlt 4 évben odáig juttattuk el a Vajdasági Parlamentet, hogy tekintélyesebb intézményévé vált Vajdaságnak, mint maga a kormány. Nem ez szokott lenni a gyakorlat. Én ezt mindenféleképpen nagyon-nagyon fontosnak tartom. Ez nem azt jelenti, hogy a parlamentnek versengeni kell a kormánnyal, de mindenféleképpen azt jelenti, hogy a parlamentnek is meg kell legyen az a súlya, ami az elmúlt tizenvalahány évben nem volt meg. Az elmúlt tizenvalahány évben a parlament az a kormánynak a kiszolgálójává vált. Azt gondolom, hogy a szabályok szerint is meg kell fordítani a történetet, és hát talpára kell állítani. Ez történt meg ebben az elmúlt 4 évben. Ami pedig az ambíciókat illetén a Vajdasági Magyar Szövetség listáján nem csak listavezető vagyok, hanem az első helyen is szereplek, ami azt jelenti, hogy az elsődleges ambícióm az, hogy parlamenti képviselő legyek itt a Vajdasági Parlamentben, és próbáljam az ügyet szolgálni a képviselői padok közül, utána meg majd meglátjuk, hogy mi fog lenni. Elnök úr, nagyon szépen köszönöm ezt a beszélgetést. Köszönöm a lehetőséget. A téma kapcsán stúdium vendége Mészáros Zoltán történész, köszöntöm a stúdióban. Én is köszönöm a meghívást. A tartományi választásokat nem rendkívüli voksolásként szervezik meg az idén, egy újdonság azonban mégis van, ez pedig a részarányos szavazás. Ezt hogyan valósul meg, és miért választották ezt a fajta választási metódust, módszert? Hát a részarányos szavazásról sokan azt mondják, hogy igazságosabb, ugyanis minden választási rendszer torzít, és a legkevésbé a részarányos választási rendszer torzít. Persze vannak más vélemények is. Ugyanakkor ez mit jelent, hogy részarányos módszer? Ez azt jelenti, hogy az egész Vajdaság területét egy szavazókörzetnek veszik, és minden politikai opció kap egy bizonyos számú szavazatot, és ennek arányában küldhet képviselőket a képviselő testületbe, illetve a vajdasági parlamentbe, hogy így mondjam. De ennek az előnyei közé tartozik még az, hogy kevesebb pénzből oldható meg, és mondjuk a közönség szempontjából az is előny, hogy már aznap este meg lesznek az eredmények. De viszont ez hátrány is, ugyanis egy kétkörös választásnál az embernek van ideje, hogy még egyszer végig gondolja. Tehát, hogy esetleg az első körben történteket valamennyire korrigálja a második körben. Másrészt viszont a részarányos szavazás hátránya az, hogy a képviselők és a képviseltek között elveszik a kapcsolat. Vagyis a képviselők inkább a pártjukhoz fognak kötődni, és kevésbé ahhoz a testülethez, aki kiválasztotta őket. Tehát ez lenne az előnye a
a személyekre történő szavazásnak, vagyis hogyha lennének szavazókerületek, és onnan egy-egy ember jutna be a parlamentbe. Véleménye szerint hogyan valósult meg eddig a tartományi és a köztársasági kormány munkája egymáshoz fűződő viszonya? Számokat mondok. A szerbiai költségvetés az 1000 milliárd dinár. A vajdasági költségvetés olyan 50 és 60 milliárd dinár között van, tehát 1000 milliárd dinár és a 50-60 milliárd dinár közötti arányt tessék figyelembe venni, és hogy ez még érthetőbb legyen, egy nagyobb város költségvetése az körülbelül olyan 5 milliárd dinár. Tehát ezekből a számokból látszik, hogy itt nem egyenlő felekről van szó, és aki követte a híreket az elmúlt években, az láthatta, hogy Szerbia nem teljesíti a saját alkotmányát, tehát nem osztja vissza Vajdaságnak azt a 7%-ot, amit az alkotmány szerint vissza kellene, hogy osszon, és ez az 5,8, illetve az 58 milliárd dinár, ez is úgy jön ki, hogy a Vajdaságnak vannak saját forrásai, tehát illetékek és bizonyos járulékek, illetve adók. Tehát az, amit a köztársaság visszaoszta a vajdasági kormánynak és parlamentnek, egy szóval Vajdaságnak, ez nagyon kevés és nagyon elmarad attól, amit vállalt. Egyébként mik voltak azok a kérdések, amelyekben nem tudtak megegyezésre jutni Vajdasággal kapcsolatban? Alapvetően két kérdés van. Ugye az egyik az a pénzügyi kérdés, és azt hiszem, hogy ez mindennek a forrása. A másik fontos kérdés pedig a hatáskörök kérdése. Tehát Vajdaságtól nagyon sok hatáskört elvontak, és ez eléggé súlytalanná tette a kormányzatot is, és a parlamentet is. Várható-e, hogy az új hatalom megalakulása után ezek a kérdések megoldódnak? Lehetséges. Azonban ehhez az kell, hogy Churchillt idézném. Churchillt kérdezték egyszer, hogy mi az ő szerepe. És ő azt mondta erre, hogy Nagy-Britannia az oroszlán, és az én szerepem az, hogy ordítsak. Ez azt jelenteni, hogy a vajdasági magyarság a fába szorult féreg, és a képviselőknek pedig az a szerepe, hogy ordítson. És tehát valóban az érdekeinket el kell, hogy mondjuk Belgrádban is, az európai szerveknek is, Magyarországnak is, és ez nagyon fontos. Ugyanis az elkövetkezőkben meg fog nyílni a 23. fejezete a Szerbia csatlakozási tárgyalásának. Ez a fejezet az alkotmányos berendezkedésről fog szólni, és Szerbia alkotmányát meg fogják változtatni. Ahogy ez a változtatás megtörténik, és lezárul ez a szakasz, akkor lezárulnak a lehetőségek. És hadd mondjam azt, hogy kössük ezt a dolgot a mai romániai eseményekhez. Ugye tudjuk, hogy Romániában a székelyek autonómiát akarnak, és ezt nem kapják. Ez azért van, mert amikor Románia tárgyalt a belépésről, akkor egy puha magyar kormány volt, és a magyar kormány nem állt ki azért, hogy legyen az alkotmányban, a román alkotmányban egy olyan lehetőség, hogy autonómia legyen Romániában. Ettől kezdve az euróbürokraták nem tesznek semmit, hiszen Románia azt cselekszi, ami az alkotmányában áll. És hogy ez milyen fontos, ez bizonyítja az, hogy Horvátországból már a horvátországi elnökasszony mondta, hogy három kérdésben Szerbiának teljesíteni kell azt, amit Horvátország gondol, különben nem fogja hagyni, hogy belépjen az Európai Unióba. És itt említette azt, hogy mint ahogy
Szlovénia se hagyta, hogy Horvátország belépjen az Európai Unióba addig, amíg ugye meg nem egyeztek a partmenti vizek használatáról. Tehát ez egy nagyon érdekes és nagyon dinamikus időszak kezdődik. Mielőtt még ugyebár az új hatalom megalakulna és átvenné az irányítást, hogy egy kampány fogja mindezt megelőlegezni, milyen kampányra számít és mi a véleménye, mennyire fontos a szerbiai nagypártoknak, hogy nyerjenek vajdaságban? Hát a kampány már elkezdődött. Tegnap előtti hír, hogy Dacic ugye nagygyűlés tartott, és azt mondta, hogy azért kezdi Vajdaságban a kampányát, hogy ezzel is aláhúzza, hogy az ő pártjának milyen fontos Szerbia egysége. És ez egy fricska volt mindazoknak az orrára, akik emlékeznek a jogurtforradalomra. Ugyanis a jogurtforradalom deklarált célja az volt, hogy helyreállítsa Szerbia alkotmányos egységét. És Dacic személye egyébként nagyon fontos, ugyanis ő köztársasági szinten és parlamenti szinten is úgynevezett királycsináló lehet. Tehát, hogyha köztársasági szinten, illetve tartományi szinten a haladók nem érik el az 50%-ot, viszont Dacicnak lesz annyi szavazata, hogy meglegyen az egyszerű többség, akkor ezt Dacic ki fogja használni, és be fogja hajtani az árát a támogatásának. Tehát ez a demokráciának egy furcsa szabálya, hogy a harmadik befutó, az gyakran úgynevezett királycsináló. Mészáros Zoltán, köszönjük szépen! Szívesen! Magyar Kanizsán bemutatták a Jumper programot, amellyel az önkormányzat a fiatal kezdő vállalkozókat segíti vállalkozásuk beindításában. A 18 és 35 év közötti személyek támogatását a községi vezetés a korábban megvalósított programok tapasztalataira alapozza. A fiatalok kezdeményezésére létrejött Jumper program az ifjúsági iroda közvetítésével jutott el az önkormányzatig. Krekuska Róbert gépészmérnöki diplomával szeretne vállalkozásba fogni. Az egyéni vállalkozásnál sokan felkapják a fejüket, azonban nem túlzottan foglalkoznak a témával. Véleményem szerint ez azért van, mivel nem áll rendelkezésükre a megfelelő információ a kezdéshez, amelyben ez a program majd későbbiekben segíthet. A másik legfőbb ok pedig a befektetési költségek a különböző gépekre, eszközökre, alapanyagokra, amelyek szintén aggodalmat okozhatnak egy kezdő vállalkozónál. A kezdő vállalkozók, illetve vállalkozni szándékozók támogatását a községi önkormányzat a korábban megvalósított programok tapasztalataira alapozza, mint amilyen az inkubátorház, illetve a gazdasági jogból és pénzügyi ismeretekből a középiskolásoknak tavaly megtartott képzés is volt. A Jumper program lebonyolításához az önkormányzat, a Tiszamenti Információs Fejlesztési Központtal, az ICR-rel közösen szakmai és pénzügyi támogatást nyújt. Magyar Kanizsa községben egyébként egy ideje már stagnál a vállalkozók száma. Több mint 700 vállalkozónk van a községben, ez alatt értjük ugyebár a mikro, kis és közepes vállalkozásokat és az iparosokat is, tehát összességében vannak ennyien. A statisztika az egy nagyon érdekes dolog, mert statisztikailag mi állandóan ugyanazon a számon vagyunk, hiszen nagyjából ugyanannyian nyitnak ki vállalkozást, mint amennyien zárnak be éves szinten. Az ICR korábbi tapasztalatait felhasználva segíti a kezdő vállalkozókat. Annak idején elsősorban kedvezményes székhely bérléssel tudtuk őket segíteni, és azon kívül természetesen szakmai tanácsadással is. Gondolok itt a jogi, könyvelési, valamint a marketing szaktanácsadóink akkori munkájára. Úgy gondolom, hogy az akkor megszerzett tapasztalatok alapján nagyon sokat hozzá tudunk tenni ennek a programnak a megvalósulásához, és hát reméljük azt, hogy sikeres is lesz a jövőben.
Az ifjúsági iroda már fogadja az érdeklődőket. Folyamatos a nyitvatartása, pontosabban a pályázatnak, vagy tehát a kiírásnak a futamideje, viszont egy feltételünk van, hogy 18 évtől idősebb legyen a fiatal, illetve 35 év alatt legyen. Én úgy vagyok vele, hogy szerintem ez az a korosztály, amit nekünk, mint önkormányzat támogatnunk kell, és nyugodtan fordulhatnak ide hozzánk az ifjúsági irodában. Én itt vagyok minden nap 7-től 15 óráig, illetve hát majd az elérhetőséget megadjuk. Az iroda sokrétű szerepvállalása elsősorban a fiatalok hiányos szerb nyelvtudása miatt lehet döntő fontosságú, mert anélkül a kezdő vállalkozók nehezen tudnának eligazodni a vállalkozás nyitással járó ügyintézésben. Stúdiónk vendégei Bödő Marianna, az ifjúsági iroda szakmunkatársa, és Újvári Zsombor, a Magyar Kanizsai Ifjúsági Iroda vezetője. Köszöntöm Önöket a stúdióban. Jó napot. Jó napot ki. A magyar kanizsai fiatalok milyen vállalkozásba kezdenének? Nos, elég nagy a vállalkozó kedv a fiatalok körében, és már kerestek meg bennünket a szolgáltatói szektorból is, tehát akik valamilyen szolgáltatást szeretnének nyújtani, de ugyanúgy a termelői szektor is képviselteti magát. Ez legtöbb esetben ugye a fiataloknak a végzettségétől függ, hogy miben tudnának teljesíteni. Melyek voltak azok a konkrét igények, amelynek hatására elindították a Jumper programot? 2015-ben elkezdtük készíteni a következő ciklusra szóló ifjúsági akciótervet, és az akcióterv alapja természetesen a fiatalok kérdőívezése volt, amikor is felmértük széles körűen az ő igényeiket, és természetesen a munkavállalásra és a munkahelyteremtésre szóló igényeiket is, és már itt kimutatkozott, tehát már ez a felmérés megmutatta azt, hogy a fiatalok nagyon szívesen vállalkoznának, hogyha a feltételek adottak lennének a számukra, és ez adott nekünk egy motivációt arra, hogy akkor lépéseket tegyük és beindítsuk ezt a programot. Tehát, hogy a feltételek adottak legyenek, miben tud segíteni az ifjúsági iroda abban, hogy hogyan kezdjenek hozzá vállalkozásra? Hát a konkrétan milyen segítséget nyújtanak a kezdő vállalkozóknak? Azt rögtön szögezzük le az elején, hogy én sem vagyok gazdasági szakember, de viszont az ifjúsági irodának egyik fő tevékenysége az, hogy azokat a fiatalokat, akik valamilyen igényel fordulnak hozzánk, hát szó szerint megfogjuk a kezüket, és akkor segítsünk nekik. Legelőször, amikor valaki egy új vállalkozást szeretne nyitni, akkor el kell dönteni, tehát feketén-fehéren, hogy mivel szeretne foglalkozni. Utána következik az a lépés, hogy megnézzük, hogy erre milyen vállalati vagy jogi forma a legmegfelelőbb, melyek azok a modellek, amelyekkel leghatékonyabban ki tudja használni az ő tevékenységét, és hogy ezt törvényesen végezni tudja. Egyébként terveznek-e képzéseket, vagy átképzéseket ahhoban, hogy a vállalkozók, a lendő vállalkozók jobban tudjanak viszonyulni a munkájukhoz? A tavalyi év folyamán is volt több olyan képzés, amelyben fiatalokat képeztünk ki, és őnekik ilyen gazdasági alapismeretekről szóltak ezek a képzések, amiben ugye megtudták ők is, hogy mi is az a könyvelés, miért kell azt elvégezni, milyen vállalati formák vannak. Jelen pillanatban konkrétan képzést nem akarunk, de ha igény mutatkozik rá, akkor mindenféleképp a szakember gárda megvan, és igény szerint akár szerb nyelven, akár magyar nyelven ezt meg tudjuk szervezni. Egyébként projekt kivitelezésében vagy piackutatásban a segítségükre vannak a vállalkozóknak? Ezzel még nem gondolkodtam, őszintén megmondom, hiszen ha kell, akkor arra is tudunk találni szakembert. Ez annyira képlékeny dolog, hiszen minden szakterületről tudunk szakembereket hozni, amire igény mutatkozik. Mert ugye elsődlegesen mi itt jogászokban, könyvelőkben gondolkodtunk, de viszont dizájnereket is be tudunk kapcsolni, cég arculat tervezését elő tudjuk segíteni. Hát ez majd ki fog alakulni, én úgy vagyok vele, hogy tegyük meg az első lépéseket, és akkor utána, amire igény van, megkeressük rá a forrásokat. Mekkora az érdeklődés a program iránt? Hát, mint említettem már, a tavalyi év már megmutatta, hogy a fiatalokat érdekli az, hogy vállalkozást nyissanak, és ez nagyon is jó, hogy mernek vállalkozni. Már amióta bejelentettük a programot, már az ifjúsági irodát már elég sok fiatal megkereste a különböző kérdéseivel, és hogy tudnának csatlakozni ehhez a programhoz, illetve mi az, amit nekik ez a program nyújt, és ez a jövőben szerintem az ő számuk még csak nőni fog. Hogyan hirdetik a fiatal vállalkozókat segítő programot?
Egyelőre ugye a helyi médiában, tehát a helyi és a regionális médiában természetesen kihasználjuk a közösségi hálókat, a lehetőséget, hiszen a legtöbb fiatal manapság már ott lehet megtalálni, valamint ugye szintén az ifjúsági akciótervünk részeként létrejött egy olyan interaktív webes felület, ami a Jutka nevet kapta, ami összefogja az összes ifjúsági programot, majd a jövőben is már aktív az oldal, de a jövőben töltjük, és ez egy olyan interaktív felület lesz, ahol szinte minden információt egy helyen meg fognak tudni találni a fiatalok. Hogyan lehet jelentkezni, és meddig tart a Jumper program? A Jumper program folyamatosan tart, tehát nincs időben meghatározva, hogy mikor fejeződik be, és személyesen nálam lehet az ifjúsági otthonban, az ifjúsági irodában jelentkezni, akár telefonon, akár közösségi hálón keresztül, tehát az a legbiztosabb, hogyha bejelentkeznek hozzám a vállalkozókedvű fiatalok, és akkor leülünk, megbeszéljük, átbeszéljük, és utána mehetünk a következő lépésre. Milyen forrásból működik a Jumper program, kik támogatják? A Jumper program tulajdonképpen a Magyar Kanizsai Önkormányzatnak a programja, és külön erőforrást, tehát anyagi pénzforrást a szakemberekre nem láttunk elő, tehát a már meglévő munkában, állandó munkaviszonyban lévő szakmunkatársakat fogjuk bekapcsolni ebben, de viszont ha jól tudom, akkor talán erre majd a későbbiek folyamán lesznek anyagi forrásaink is előlátva a költségvetésben, erről most még nem tudok számottevően nyilatkozni, ha csak nem tudom, te tudsz. Igen, hamarosan pénzügyi forrásokat is rendel az önkormányzat ehhez a projektumhoz, mivel ugye a kezdővállalkozóknak a szaktanácsadáson kívül sokszor tőkére is szükség van, főleg akik a termelői szektorban szeretnének tevékenykedni, de a szolgáltatói szektornak épp úgy, és az önkormányzat a jövőben a gazdasági támogatás keretein belül a kezdővállalkozóknak is fog egy önrészt biztosítani, vagyis eszközöket biztosítani. Mivel ilyen még nem volt, tehát ilyen ezek az úgynevezett startup programok még nagyon kezdőcipőben járnak erre Szerbiában egyaránt, még kidolgozás alatt vannak a dokumentumok, de hamarosan a szakemberek összeállítják, és már erre is fognak tudni számítani a kezdővállalkozók. Köszönjük szépen az információkat, és további sikeres munkát kívánunk. Köszönjük szépen. A Dél-Bánáti Őrményháza jövőre ünnepli telepítésének a 200. évfordulóját várhatóan méltóképpen megemlékeznek majd a jelentős dátumról. Annak ellenére is, hogy a magyar többségű egykor virágzó falu jelene igencsak elszomorító. A magyar tannyelvi oktatás is veszélybe került az iskolában. Másik változónak is a mértéke. Matematika óra az Űrményházi iskola 7. osztályában. A tanárnő ősztől egyetlen diáknak magyarázza a feladatot, csak tőle is kérdez. Volt egy barátnőm, aki elsőtől, hát így 6. osztályig velem volt, utána pedig kiment külföldre, és hát ez engem egy kicsit bántott, mert nincs kivel megosztom a titkaimat, nincs kivel társalogjak. Vannak barátnőim, de azok vagy egy évvel idősebbek, vagy egy évvel fiatalabbak nálam. Úgyhogy az órákon, hát a tanárnő mindig engem kérdez ki, soha nincs más, akit kikérdezzem, mindig én vagyok sorra, minden, és ez egy kicsit fáj is, mert minden nehéz kérdés rám hárul. A faluban 1995 óta újra van 8 osztályos általános iskola, amely valójában az Icsi falvi Dosítej Obradovics általános iskola kihelyezett tagozata. Még nem volt rá példa, hogy egyetlen gyerek járjon egy osztályba. Mindig legalább voltak 3-an vagy 5-en, és azokkal a gyerekekkel tényleg elég szépen lehetett dolgozni, de most néha nagyon kellemetlen nekem is, meg a kislánynak is. Az iskolának 19 felsőse és 10 alsósa van a magyar osztályokban. Veszélybe került az iskola fennmaradása. Aránylag jó körülmények között dolgozunk, az iskola néhány éve föl lett újítva, vannak számítógépeink is, de hát semmi nem pótolhatja a gyerekeket, és
Nem tudjuk, hogy mi lesz a jövő, ez gondolom a politikától függ. Tudjuk, hogy Szerbiában nagyon sok iskola van, egy gyerek, egy tanár, illetve nagyon kis számú gyerekkel. Talán ez az oka annak, hogy a mi iskolánkat se zárják be. Másik ok, hogy nemzetiségi iskola vagyunk, és a közjelzelben nincs másik magyar iskola. Munkalehetőség hiány néhány család gyereknevelésből próbálja növelni a költségvetését. Lapcsevityék két saját gyerekük mellett még kettő állami gondozottat nevelnek. Hát ugye a munkalehetőség az túl kevés, az véget is, aztán ahogy említettem is, hogy a költségvetések véget is, ugye segíti a családot. Hát a faluba el van terjedve, szóval biztosan körülbelül 30 gyerek is lehet a faluba külön családoknál, ugye, és már biztosan egy majd csak 10 éve is foglalkoznak az emberek ezzel. A legutóbbi népszámlálás adatai szerint Ürményházának 950 lakosa volt. A falunak 700-tól több lakosa nem volt az utolsó név, aki a faluban. Ennek én merem állítani, hogy 60%-tól nincs több, aki magyar ajkú. Nagyon sok vegyes házasság van, nagyon sokan Beográdból szintén ide költöznek, olcsók a házak, apró pénzé megveszik, úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon sok idegen lakos van a faluban. Ürményháza határában találtak először kőolajat a Vajdaság területén. Az 1952-ben felállított kőolajkitermelő torony már műemlék. Sót, jódot és más ásványi anyagot tartalmazó gyógyvizet is találtak. És 1973-ban működni kezd egy kis gyógyfürdő. A naftagász medencét is építetett a falu mellett. Mindez mára már az enyészeté lett. Az én gyerekkoromban. Itten tele volt gyerekkel, édes vízzel, nem gyógyvízzel volt töltve. Utána, mikor már ötlet lett, hogy itt gyógyvíz van, akkor volt terbe véve használata ennek a bazénnak is. A másik végibe van egy negatív fúrás, ahol próbálkoztunk sósvízzel jutni, hogy az legyen a bazénban, de sajnos nem találtunk vizet. Hát akkor még itt sok gyerek volt, sokan jártunk, most már mind összetűlt, de gyerek se nincs. Úgyhogy nem nagy kár. Ürményházát egykor a húsfeldolgozó üzemeiről ismerték. A Móricz vágóhíd és húsfeldolgozó azonban már helyben nem talált vágóállatot. Sertés és marhavágással és annak feldolgozásával foglalkoznak. Gondot okoz az állatállomány fölvásárlása, mivel a faluban nincsen állattenyésztünk. Marha tenyésztéssel senki sem foglalkozik, tehén mindössze 2-3 van, sertés tenyésztéssel pedig hát kezdő félben voltak a fiatal párok, de fölhagytak ugye az ára véget, és nem volt neki kifizetődő. Úgy szintén a marha állománnyal is. Ugye a marha állományra több a befektetés is, nagyobb befektetésre van szükség, és arra nem merészkednek az emberek. A faluban 13 éve működik a Varroda, egy ürményházi francia közös beruházás. Francia megrendelésre az onnan kapott anyagból és modellre varnak női ruhákat, blúzokat, nadrágokat. Jelenleg 15-en dolgozunk, úgyhogy jó alkalom ugye a falunak, nincsen nagyon, az asszonyoknak pláne ugye a munkalehetőség nincs nagyon, úgyhogy itt a helybe eléggé jó tudunk ezt, tudjuk megszervezni, mert helyben is vannak szükség, attán, ha délután esetleg valami gép miatt, hogy délután is kellene dolgozzanak, nincs probléma, mert helyben vagyunk mindannyian. A Petőfi Sándor Művelődési Egyesületben az utóbbi években megfogyatkozott a tagság. Se pénz, se fiatal. A székházuk nagyobb esőzéskor beázik. Így is döntöttünk, hogy ezt még valahogy ezt az egy évet, hogyha sírva is, hogy kitartsunk, hogy valamit készítsünk, hogy ne éppen ilyen nagy jubileum előtt essünk szét. A település jövőjét illetően nem sok biztatót hallottunk. Nem könnyű kapaszkodót találni.
A falu sorsa elsősorban a magyar tannyelvű oktatás fennmaradásától függ. Az iskolában most már olyan a helyzet, hogy szinte a tanárok tartják fönn, mert a tanári kar létszáma nagyobb, mint a felső tagozatos iskolások együttvéve. Tehát itt kezdődik a gond, hogy ott vagyunk-e, szóval az a nagy kérdés, hogy visszafordítható-e még a helyzet, vagy nem. Szóval nekünk itt ki kell tartani, ameddig az erőnk engedi, mert mindig azt kell szem előtt tartsuk, hogy nem tudjuk, hogy mikor történik egy olyan változás, amelyről mi nem tudjuk, hogy bekövetkezhet. 80-as években történtek olyan fordulatok, amelyeket senki nem várt, és megtörténtek, és gyökeres változásokat hoztak. Az űrményháziak a legnehezebb háborús időkben, 1995-ben visszahozták a faluba a 8 osztályos általános iskolát. Hogy most békeidőben elveszítik-e majd, amit akkor kiharcoltak, az elsősorban rajtuk múlik. Kedves nézőink, ez volt már a közügyek. Holnap Juhász Gábor és vadlövő Gabriella várja majd önöket. Nézzék addig is a Pannon Televízió műsorait. A viszontlátásra! We'll be right back.